Egy nap múlva jön az esztendő utolsó mérkőzése hazai pályán, az Albafehérvár ellen Mócsán Bálinttal beszélgetek. Bálint, körmenden megmozdult a föld, és most nem a kosárlabdáról van szó szerencsére. Te hogy élted meg, hiszen nincs egy órája, hogy megmozdult a föld alattunk is. Igen, nagyon meglepődtem először, nem is tudtam, hogy mi történik. Aztán néhány másodperccel később realizáltam, hogy ugye mozogtak a bútorok, a tévé, az ajtó, és hogy ez bizony földrengés. Kicsit megdobbant a szívem, de aztán ugye abba maradt, és így semmi gond nem történt. Reméljük, hogy nem tényleg, és akkor térjünk rá a kosárlabdára, hiszen ezért vagyunk itt. Ha földindulást meg földrengést nem is okozott, de hát ugye az utolsó három meccset elveszítette a csapat. Én bennem már fogalmazódott a pécsi meccset nézve, hogy te leszel a meccshőse, visszatérünk a jó útra, jól játszott a csapat, vezettünk magabiztosan, neked külön is jól ment a játék, aztán valami megint történt. Hogy értétek meg, mi történt ott Pécsett az utolsó negyedben? Igen, sajnos megint nem tudtuk befejezni úgy a mérkőzést, ahogy azt elkezdtük. Úgy gondolom, hogy 25-30 percig csak kisebb hibákkal játszottunk, és ennek meg is volt az eredménye, ugye több mint 10 ponttal vezettünk. Aztán a negyedik negyed az megint csak nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Elkövettünk nagyobb hibákat is kulcs szituációkban, amik megbosszulták magukat, és így a végeredményen is ez meglátszódott. Mit éreztek ilyenkor? Tehát felmerül a szurkolóban a kérdés, hogy esetleg fizikailag fárad el a csapat a végére, vagy éppen a koncentráció hiányzik egy kicsit. Ti hogy élitek meg ezt belülről? Vagy gondolom, te is gondolkodtál ezen személy szerint, hogy mi történhetett? Ez egy nehéz kérdés. Nem mondanám, hogy fizikálisan elfáradunk, mert amikor ott vagyunk a meccsen, akkor mindenki a 100%-ot beleteszi, még akkor is, amikor fáradt, ilyenkor erre nem gondol az ember, hogy most fáradt vagy nem a pályán van, akkor mindent megtesz a győzelemért. Ez most is így volt. Egyszerűen csak néha, ugye ilyenkor a legvégén már ebben a kulcs szituációkban fejben dől el a dolog, és hát különböző okok miatt ugye megint ez a mérleg nyelve nem felénk billent. Azt gondolom, hogy ettől függetlenül azért voltak olyan pillanatok a meccsben, amiből lehet építkezni, és a hibákból pedig tanulni, és ezeket mind leszűrtük, ez már mögöttünk van. Most, ahogy mondtad, holnap az Alba elleni meccs az megint egy nagyon fontos, ugye hazai pályán minden meccs nagyon fontos, hogy megnyerjük, úgyhogy erre koncentrálunk, és megyünk tovább. Idegenben ott a Gáz utcában is ugye sikerült 30-35 percig nagyon jól játszani, és ott is magabiztosan vezetni az Alba otthonában, csak úgy, mint ahogy Pécsett történt. Sikerülhet-e ugyanilyen jól játszani, és esetleg kitolni ezt 40 percre, mit gondolsz? Én azt gondolom, hogy sikerülhet, igen, erre készülünk, ahogy mondtam. Ugye az Albában ugyanott, ez látszódott, hogy nem elég 35 percig vagy 38 percig jól játszani, főleg amikor olyan játékosok vannak az ellenfél csapatában, mint például a Vojvoda Dávid, vagy a külföldiek, akik egyedül képesek eldönteni egy mérkőzést, úgyhogy nagyon oda kell figyelnünk mindegyénileg, mind csapat szinten, hogy 40 percig maximális teljesítmény nyújtsunk hibák nélkül.